Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, egy kincses láda jóslás, ahova beleteszem a tárókártyákat és az én saját kártyáimat. Indítom a jóslást. És most megkeverem a saját kártyáimat, ezt is beletesszük a kincses ládába. És húzok egy kártyát a táró csomagból. Ez a kép nagyon érdekes, és érdemes rá odafigyelni. Tulajdonképpen ez a két személy nagyon szegénynek, betegnek érzi magát. Látható a gond, a szomorúság, úgy lefele tekintenek, nincs meg a hit, nincs meg a bizalom, úgy érzik, nem mennek előre a dolgok, minden olyan hideg, rideg, vannak fájdalmak, sebzett emlékek. Viszont egy valamit nem vesznek észre, mert más irányba tekintenek. Itt mögöttük megjelenik ez a szent kép. És ezen a szent képen látható, hogy minden rendben van. Ott van az anyagi biztonság. A biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Egy szép kép, egy szép elképzelés, de kell a hit. Ha nem hiszünk ebben, elfordulunk a saját hitünktől, akkor minden úgy történik, ahogy itt ez a két személy ezt átéli. Tehát legyen meg a bizalom, legyen meg a hit, legyen meg egy elképzelés, akkor fordulnak a dolgok, hiszen ez a szent kép ott van a közelben. Nem tűnik el. Csak észre kell venni. Itt is vannak fájdalmak, fájdalmas emlékek, vagy valaki megbántott téged, vagy te korbácsolod saját magadat, hiszen itt, ha lefele tekintesz, akkor úgy érzed, hogy az egész világ ellened van. Kellenek a pozitív gondolatok, kellenek a pozitív érzelmek, a hit, a bizalom, a szeretet. És most megkérdezzük, hogy mit üzen az inga, majdnem elfelejtettem. Lehetséges az, hogy javulni fog a helyzet, és elmúlnak ezek a fájdalmas emlékek, vagy az a személy, aki megbántott téged, eltávolodik tőled? Igen, nem. Vagy talán, ha az inga jobbra fordul ki, az igent jelent. Ha balra, az jelenti a nemet. Ha nem mozdul ki, akkor nem kapunk választ a kérdésre. Igen. Ez lehetséges, hogy javuljon a helyzet. Sőt, itt látható ez az angyal, aki segít. Kell a bizalom, a hit, nem csak saját magadban, nem csak ami őt illet, nem csak a szeretetben vagy szerelemben, hanem a jó Istenben, az angyalokban is. Hiszen ott vannak a közelünkben és segítenek. Kell ezt a hitet őrizni és ápolni. Itt ez az angyal nem csak ezt az angyali segítséget mutatja, hanem a belső nyugalmat, a belső egyensúlyt, a kiegyensúlyozottságot. Őrizd meg a belső nyugalmadat.
Itt látható az éjszaka, különösen az esti órákban imádkoz, vagy meditálj valami felett. Itt álmokról, szép elképzelésekről is szó van, hiszen látható a hold, és a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, álmodik rólad, álmodozik rólad. Megkérdezem az ingát, hogy van-e isteni segítség? Ott vannak az angyalok a közelünkben? Igen, nem. Vagy ha az inga megáll, akkor nem kapunk választ erre a kérdésre. Igen, az angyalok a közelben vannak, megvan ez az isteni támogatás, és az angyalok óvnak bennünket. Kell ebben hinni, erősítsük meg a hitünket. Itt látható ez a két kard. Itt van két irány. Persze jelenti azt is, hogy mi van a környezetünkben, és mit, hogyan érzünk belülről, a belső erőnk, a belső hitünk, és ennek van egy megnyugtató hatása, akkor is, ha körülöttünk nincs meg ez a harmónia. De az a fontos, hogy saját magunkat erősítsük belülről. Amit ez a kép még jelent, a kettes szám, az jelenthet egy szerződést, az jelenthet egy párkapcsolatot, de még jelenthet bizonytalanságokat, hiszen kell egy kis idő, kell egy kis türelem, amíg itt döntésekről lesz szó. Ez a horgony vagy egy tartós párkapcsolatra utal, ahol le lehet horgonyozni, vagy szimbolizálja a munkát és a hivatást is. Mivel itt két kard van, a kettes szám, itt jelenthet ez két különböző témát. Döntéseket hozni a munkát, illetően, és egy új irányba tekinteni, valamit tisztázni, ami a párkapcsolatot illeti, hogy legyen meg ez a stabil párkapcsolat. Vannak itt lehetőségek, alakulnak majd úgy a dolgok, ahogy te ezt elképzeled, igen, nem, vagy ha az inga megáll, akkor nincs válasz erre a kérdésre. Hát kicsit kimozdult, hol balra, hol jobbra, ez utal még bizonytalanságokra, valószínű azzal áll összefüggésben, hogy kell még egy kis idő, tehát türelem, amíg itt tisztázódik valami mindkét témát illetően. Itt lesznek változások, hiszen ez a torony erre utal, amikor minden úgy összeomlik. De rajtad múlik, hogy melyik irányba tekintesz. Letekintesz a földre, vagy észreveszed itt mögötted ezt a szent képet. Pontosan ezt mutatja a torony is, hiszen ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor látható, hogy az egyik személy lezuhan a mélybe, a másik pedig felemelkedik, és eléri a felhőt, tehát megvan a hit, és megvan ez az isteni segítség is. Tehát valaki nyújtja ezt felülről, de ebben hinni kell.
újra a torony látható, de ez a torony, ami utal korlátozásokra, utal egy hivatalos ügyre, vagy egy bírósági ügyre, vagy ez a torony lehet feszültség is, amikor benne vagy ebben a toronyban, és vannak félelmek, bizonytalanságok, úgy érzed, te egy labirintusban vagy, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást, hiszen itt még vannak fájdalmak, vagy fájdalmas emlékek, de ahogy itt látható, ez a torony összeomlik. Itt lesznek változások. Nem szabad bizonytalannak lenni, hanem higgy az égi hatalomban, az angyalokban, ebben a szent képben, mert a hited segít most áttenni magadat ezeken a nehézségeken. Most felteszek egy kérdést. Segít a jó Isten neked ebben? Megkapod ezt a segítséget az égi hatalomtól? Igen. Nem. Vagy, ha megáll az inga, akkor nincs válasz. Az inga jobbra fordult ki, ami igent jelent, tehát megvan ez a segítség. Itt vannak a közelben az angyalok. Ha imádkozol, a Jóisten meghallgat téged. Erősítsd a hitedet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák.